Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozott mindenkit mai ünnepi esténken. Még egy pár nappal arrébb van 19-e Árpádházi Szent Erzsébetnek az ünnepe, és az Erzsébeteknek a névnapja. Itt a tolnai közösségünkben, templomunkban ugyanakkor ma is ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébetet. Szeretnénk az ő példáját magunk előtt tudni, és szeretnénk az ő védőszent mi voltának a közben járását is kérni. Ünneplünk, mert van egy karitás csoportja a plébániának, és azt gondolom, hogy az egyháznak a lényegét éljük éppen a karitaszon keresztül, akkor, amikor az irgalmasság szeretetét gyakorolva kilépünk a templom falai, a plébánia falai közül, és mondjuk nem csak a Szent Háromság szoborig egy saroknyira jutunk csak tovább város központjához, hanem éppen ez a karitás csoport a városunknak a perifériájára, az ott élőkhöz is eljut. Ezért is mondom, hogy az egyház lényegét éljük a karitaszon belül. Másrésztről pedig éppen ez a közösségünk, ez a csoportunk az egyház élő arcát mutatja és jeleníti meg minden városlakó számára is. Az egyház él, nem reklámozva magát, hétköznapok csendjeiben teszi a dolgát, szolgálva szeret. Aztán ünnepez az este, mert a Mözsi Bartók Béla női kar is velünk tart, most már hagyományosnak mondható módon is, akikre talán kölcsönösen is számíthatunk, és jó ugyancsak ezt megélni, hogy városnak különböző civil egyesületei, fontos közösségei jó ügyekben akár még össze is tudnak fogni egymással, és cselekedni is bírnak. Arra hívok mindenkit, hogy Szent Erzsébet lelkületét kérve, Szentségi Jézussal táplálkozva, és benne megerősödve, tudjon ne csak a szemünk kinyílni a rászorulók felé, hanem a szívünk nyíljon meg irántunk. Ebben a lelkületben bűnbánattal, lelkiismeret vizsgálattal kezdjük az ünnepi szentmisét. Gyónom, Köszönöm.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Istenünk, Te megadtad Árpádházi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lásson és tisztelje. Közben járására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi, lelki bajukban. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Példabeszédek könyvéből. Derék asszonyt kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja, férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel, kinyújtja karját a guzsai után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját gyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség bulandó. De az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok kezem munkájáért, és a város kapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje. Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, tudjuk, hogy a lelki halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogság. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete? Ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim! Ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje. Thank you.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszontzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, s nektek is megbocsáttanak. Adjatok, s akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy együtt vagyunk. Készülve a mai estére, többek között a Magyar Katolikus Püspöki Kar Szent Erzsébet napi körlevelét is elolvastam, és hadd mondjam azt, hogy el is akadtam ennél jó értelemben, meg is álltam, mert püspök atyák egy nagyon fontos aktualizálásban az eukarisztikus kongresszusra készülve a Szentségi Jézust és Árpádházi Szent Erzsébet személyét, mint a magyar Teréz anyánkat, az adakozó szeretetnek a példaképét nagyon szépen egymás mellé helyezik. Számomra egy nagyon aktuális, világos és mindenképp ösztönző tanítás ez. Hadd osszam meg mindannyiunkkal is. Még annyit
hogy az eredetiségből itt-ott lecsíptem, de a Magyar Kurír honlapján teljes terjedelemben ez megtalálható. Így fogalmaznak püspök atyáink. Nemzetközi eukarisztikus kongresszusra készülve egyre közelebbről akarjuk megismerni az Urat, aki itt maradt közöttünk az oltári szentségben. Minden forrásom belőled fakad. Ez a 87-es Zsoltár, ennek a 2020-as kongresszusnak a mottója. Ez a jelmondat pedig elvezet bennünket a készület útján. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe arra hív föl bennünket, hogy most figyeljünk arra Jézusra, akiről az apostolok cselekedetei így beszél. Ő, ahol csak járt, jót tett. Erzsébet is az oltári szentségben kapott küldetést és erőt az irgalmasság szeretett szolgálatához. Az eukarisztia egyik legszebb ószövetségi előképe a manna, tudjuk jól, amit éhező népének adott vándorlása idején az Úr, aki gondoskodik a nélkülözőkről tehát. Az Úr így szólt Mózeshez: nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni. Aztán Jézus is gondoskodott az éhes emberekről, amikor a nagy tömeg követte őt. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegeiket. Majd a tanítványokra bízta, hogy gondoskodjanak az ételről. Így fogalmazva, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Másnap újra fölkeresték az emberek Jézust, a csodálatos kenyérszaporítást követve, aki aztán az élet kenyeréről szóló tanítást adta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. De ne romlandó elederért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Az Úr gondoskodott éhező népéről a pusztában, és Jézus is kenyeret adott nekik a pusztában, mielőtt föltárta előttük az élet kenyerét. Ma az egyház küldetése, hogy a nélkülözőket segítse az evangéliumi felebaráti szeretet parancsa alapján. De mutasson rá arra is, hogy a mulandó földi eledelen túl az élet kenyerét is hirdetjük, és meghívunk mindenkit a vele való közösségbe. Jézus nem félt azonosulni a szegényekkel és a rászorultakkal.
sőt kijelenti, bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Jézus egy nagy lelkű, irgalmas, jóságos és kegyelmes atyát akart megmutatni nekünk, aki elsősorban azoknak ad reményt, akik csalódottak, és nincs jövőjük. Századok múlásával a szegények valahogy érdekes módon egyre többen vannak a világban, és aki szegény, egyre szegényebb. Csak zárójelbe mondom, és a gazdagok egyre gazdagabbak. Jézus pedig azt kéri tőlünk, hogy adjunk reményt a periférián élőknek. Isten gondviselő szeretettel szereti az embert, de gondviseléséhez embereket hív meg, hogy Isten szeretetét közvetítsék a nélkülözőknek. Sokszor mondom közösségben, picit most megakasztom a püspökatyák gondolatait, hogy szükségem van munkatársakra, itt a több közösséget is felölelő Tolnai központi plébánián területén. Nekem is szükségem van jobb és bal kezekre, segítő, szolgáló munkatársakra. De valójában, akik így úgy amúgy, elköteleződve, vagy csak az önkéntesség szintjén is adják magukat valamiben. Egytől egyig mi Krisztus munkatársai vagyunk. Folytatom tovább. Az egyház szolgáló szeretetét sokféle módon gyakorolja a világban, de leginkább hivatalos segélyszervezetén, a Caritason keresztül valósítja meg. A Caritas az egyik legnagyobb világméretű segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete, és mintegy 200 országban igyekszik segíteni évente. Itt is egy picit hadd álljak meg. Statisztikákat nem szeretjük, számok néha arra valók, hogy el is felejtsük, de jó tudni azt, hogy egy 12 000-es városban, akik vagyunk, valahol az egyházon belül egy nagy-nagy szervezetnek vagyunk mi a helyi tagjai. És hogy sokkal több országban segít, mint ahány országban van képviselete, munkatársa a Caritasnak. Ez megint arra mutat rá, hogy a szeretetnek nincsenek határai. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak szervezete hazánkban a katolikus Caritas, Caritas Hungarica, amely 800 településen, és én hadd mondjam őszinte szívvel büszkén, többek között Tolnán,
közel összességében 10 000 önkéntessel teszi a jót. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva, egyházunk külön is háláját fejezek ki a katolikus Caritas minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ezt a mondatot is egészen derűs szívvel magam is mondom, személyesen felétek. Ti adjatok nekik enni, mondja Jézus. Az 5 kenyeret és 2 halat megszaporította, és így megsokszorozza az emberi erőnket. Ma is ő ezt teszi. A rászorulóknak adott segítség legyen az a kenyér, ami Isten gondoskodó szeretetét jelzi. És mutassunk rá a földi kenyérrel, az élet kenyerére, aki mindenkinek a tápláléka akar lenni földi zarándoklásunk során. Minden forrásom belőled fakad. A zsoltárosnak ez a felszólítása biztasson bennünket a jóban, és segítsen, hogy jótékony keresztény életünk vigye közelebb az embereket az oltári szentségben közöttünk lévő Úrhoz. Hiszen a szeretetre való képességünk Krisztus szentségéből, az Eukarisztiából fakad. Így, amikor most a szentmisében vendégként az Úr asztalához járulunk, és részesülhetünk az ő lakomájából, gondoljunk arra is, hogy nagy lelkűségünknek és felebaráti szeretetünknek köszönhetően számos nélkülöző embertársunk asztalára is kerülhet kenyér. Kelt Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától. Mindezek után hadd kérjem föl mindazokat, akik már elköteleződtek Caritas csoportunkban, de az újoncokat is kérem, hogy jöjjünk előre, és az ígéret imánkat is magunkkal hozva újítsuk meg ezt az elköteleződést. Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetővé tetted, hogy viszont szeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek téged, és jót tehettem velük. Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat cselekedhettem. Kérlek, bocsáss meg nekem, ha megbántottam embertársaimat. Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet, hogy feladataimat örömmel végezzem. A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok. Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a rám bízottakért. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Amen. Még maradjunk itt a szentély közelében, és én is szeretnék majd ezen a soron mindenkivel
kezet fogva köszönetet mondani. Abban, hogy egy élő, eleven csoport vagytok, vagyunk. Köszönöm az órákat, a leleményességet, szeretetnek a fantáziáját, amit én magam is megtapasztalok időnként, egy-egy új ötletnek a bedobásával is, bármelyikünk részéről, hogy valóban Szent Erzsébet lelkületét hordozzuk. Az ember a pénztárcájában mindig szeretteinek, különösen a gyerekeinek a fényképét szokta hordozni. Buksza az olyan, hogy napjában akár többször is kelnek, kinyílik, és hát elén kerülnek, még hogyha ők egész nap a suliban is vannak. És szeretetben gondolhatunk rájuk. Szeretnénk most majd mi is szentképeket kiosztani Erzsébetről, azzal, hogy közel érezzük magunkat hozzá. És ez a szentkép mindig sarkaljon arra, hogy élő keresztények legyünk. Mindig jó, hogyha szeretteink mellett valamiképp a példaképeinknek is vannak képe előttünk. Ez is mindig segít és ösztökél is. Külön köszöntöm két tagunkat is, akik most még így az ígéretben, újoncok, amúgy már sok mindenben segítettek. Külön is köszönteni őket, egy-egy sállal is. Egy szent kép. És a Szent Erzsébet rózsáját is adom szeretettel, és köszönjük a szolgálatokat. Karitástóla, aztán a Szent Kép, és az Erzsébet rózsája is. Fogadj szeretettel. És akkor az előbb említett szentképek, fogadj szeretettel. Thank you.
még mielőtt helyünkre megyünk, csak egy benyomás. Ez a karitászos sál vagy stóla, majdnem olyan, mint a papistóla. Engem arra emlékeztet amúgy, rajtam is ma fehér stóla van. Nyilván nem a szolgálati papságban részesülve viseljük ezt, de a keresztségünkben megkapott általános papságunknál fogva küldetve vagyunk. Ennek a plébániának és a katolikus egyháznak a követeiként. Így köszönök meg mindent, még egyszer, és most felajánlással folytatjuk a szentmisét. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy még fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeid példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk adtad fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, kitaszítottat és a bűnöst, és nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal, s a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Thank you.
magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást, megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kint szenvedés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta barátainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, s hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kint szenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és föltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására. Újíts meg minket! Áld meg Ferenc pápánkat és György püspökünket! Add, hogy az egyház minden tagja megértse az idők jeleit, és növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei atyánk, irgalmazz testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár rejánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával,
a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Árpádházi Szent Erzsébettel, s minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által. Ezért mondjuk nagy bizalommal, mi Atyánk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Isten báránya. Éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul.
könyörögjünk. Üdvösség szerző szentségeddel tápláltál minket, Istenünk. Kérve kérünk, hogy mi, akik Szent Erzsébetet a szeretetben követni igyekszünk, egykor dicsőségében is részesedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Novemberről beszélek, most november közepén vagyunk. Látszik ez, hogy sok minden történik, zajlik, sok jó program. Ajánlom majd, hogy újra meg újra tanulmányozzuk kinti hirdetést is, amit az utca hirdető oszlopon is találunk, és ki, amiben részt tud venni, jöjjön, azt gondolom, hogy mindenképp lelkileg sok mindenben lehet töltekezni. Mindezek után most közelebb lépek ezekhez a kitett kenyerekhez, amiket megáldok Szent Erzsébet alkalmával, ünnepéhez kapcsolódva. Csak annyit még, hogy kétféle kenyér volt, van itt az oltáron, oltár előtt. Az a kenyér, amit átváltoztattunk, amit Krisztus testeként megettünk, magunkhoz vettük áldozásunkban. És az a kenyér, amit megsüttettünk, és amit megint csak megáldva, nem csak magunknak, hanem majd többiekre is gondolva vihetünk a városban. Könyörögjünk, Urunk Jézusunk, Te csodálatos kenyér szaporításkor sok ezer embert jól akadtál. Imádságodban, a mi atyánkban is tanítasz, hogy kérhetjük a mindennapi kenyeret. Ugyanakkor arra is figyelmeztetsz bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és arra is, hogy ne csak veszendő eledelért fáradozzunk, hanem ami megmarad az örök életre. Szent Erzsébet megmutatta, hogy mindezt hogyan kell jól élni és megvalósítani. Imádkozott, kért is, de bőségesen osztogatott, ajándékozott is, hogy mennyei kincseket gyűjtsön. A kenyeret, Urunk, Te át is változtattad, hogy önmagaddal táplálj minket. Szent Erzsébet kötényében pedig rózsákká változtattad, hogy a szeretetet őrizd. Áld meg ezeket a kenyér cipókat, hogy Szent Erzsébet közben járására a szeretetet táplálják, ami növelje bennünk és közöttünk a szeretet valóságát. Hogy az adás, az ajándékozó szeretet mindig gyarapodjék, és hogy mindig legyen előttünk nagyobb boldogság adni, mint kapni. Krisztus, a mi Urunk által. Vacsora idő van,
Hadd invitáljak mindenkit, majd a szentmise végi áldást követve a plébániára. Mondom így is, hogy a plébániánkra, mindannyiunk házába, szintén a Caritas csoport tagjai agapéval, szeretett vendégséggel várnak. Talán még belefér ez is, hogy lehet, hogy most nem otthon eszünk valamit, hanem még így együtt a közösségben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjetek, tegyetek tanúságot Szent Erzsébethez méltóan Isten szeretetéről.